Juhász Gábor, a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és kollégium igazgatója elmondta, a Honvéd Kadét program képzés rendszerében több versenyszámban is összemérik tudásukat a diákok. Örömmel tölti el, hogy egyedüli iskolaként két tanuló is képviseltette magát az országos válogatón. Maga a Honvéd Kadét program, amiben az iskola részt vesz, az 5 éve indult. 2 iskolában indult el az országban, ez az egyik iskolája ennek a kadét programnak, a másik a budapesti Tánkároly volt. Tehát az Adiban a Honvéd Kadét képzés 5. éve zajlik, mind a 4 évfolyamban vannak kadét tanulók. A két fiú, aki fiú, fiatalember, férfi, aki a nemzetközi versenyen is részt vett, az nagyon komoly múlttal bír a Honvédelmi Sportszövetség által rendezett versenyek tekintetében. Ezek a versenyek, ezek minden évben kötelező elemei a Honvéd Kadét képzésnek, és a Honvéd Kadét képzésben résztvevő iskolák diákjai számára vannak elsősorban kírva. Ezek a versenyek, ezek akadálypálya versenyektől, fegyveres váltófutásokig, járőversenyekig, e-sport versenyekig, nagyon sok minden területen megjelennek. Ez a két fiatalember ezeknek szinte mindegyikében nagyon jó eredmények képviseltette magát. A jó eredmény alatt értem azt, hogy az országos első 1-2-3-ban voltak az elmúlt 2 év megmérettetései során. Nagyon-nagyon büszke vagyok a fiúkra, mert magában az országos válogatottban nem volt másik olyan iskola, onnan két tanuló is képviseltette volna magát a képzést. Ez a két fiatalember ez nagyon komoly eredményeket tett már le az asztalra. Egyikük például évfolyam első évek óta a képzésben, és ő végzősként is volt most itt az imént jelen. Gyakorlatilag ők a felsőoktatás irányába, ők a Nemzeti Közszolgálati Egyetem irányába kacsingatnak mindannyian, és nem is kis eséllyel, azt kell mondjam. Ők elkötelezettek. A kadét képzésben jelentkező tanulóknak a nagyon nagy része az a honvédelem irányában elkötelezett, és igazándiból ő katona, vagy a katonai pályával kapcsolatos jövőt képzel el magának. Jákob Kristóf, a második nemzetközi kadétkupa csapatban második helyet elért versenyzője elmondta, milyen feladatokat kellett teljesíteni a megmérettetés során. Ez egy 3 napos verseny volt. A hétfői napon volt egy ilyen felkészülés igazándiból, meg gyakorlás ott a helyszínen. Végig tudtuk próbálni az összes akadályt, illetve minden versenyszámot meg tudtunk nézni, hogy majd milyen taktikával álljunk oda az éles versenyre. A keddi napon 3 vagy 4 versenyszám került megrendezésre. Ezen a versenyen rajtunk kívül azt hiszem 5 nemzet indult, mindenki 2 csapattal, és így az én csapatom, az 1-es számú csapat 2. helyen végzett a szerbek után. Az utolsó versenyszám a szerdai napon döntött el a helyezésünket, ugyanis akkor még holt versenyben álltunk az első helyen a szerbekkel, csak sajnos az egyik csapattársunk nem tudott ott lenni az utolsó versenyszámon, így a futásos feladatba az egyik emberünknek 2-szer kellett menni. Majd arról mesélt, hogy milyen akadályokkal, feladatokkal találkoztak a verseny során. Találkoztunk lézeres, lövészettel egybekötött futásos feladattal, tehát ez azt jelenti, hogy 400 métert kellett futni, utána álló tüzelési testhelyzetből kellett lőni 5 célra, 7 lövésünk volt rá. Amennyi cél nem lett eltalálva, annyi büntetőkört kellett futni mögöttünk, egy ilyen kordonos részem. Ezután megint 400 méter futás, térdelő tüzelési testhelyzet, megint futás és fekve is kellett lőni. Akkor volt egy akadálypálya, ami ugye futásból, meg rengeteg akadályból állt, illetve volt egészségügyi feladat, egy nagyon jól megrendezett szobában, ahol füst volt, fényhatások, robbanás hangok, meg mindenféle effekt, ott kellett az adott kihúzott tételt, feladatot ellátni megfelelően. Voltak olyan akadályok, amelyiknél számított az, hogy az adott társunk, akivel megyünk az akadályon, egyszerre összhangban mozogjunk, akkor tudtuk minél hatékonyabban, gyorsabban meg végrehajtani azt az adott akadályt. Keő Balázs, a második nemzetközi kadétkupa csapatban 7. helyet elért versenyzője elmondta, hogyan zajlott a felkészülésük a versenyre. Hát maga a verseny az úgy kezdődött, hogy egy felkészítőre utaztunk föl Budapestre, ahol egy teljesen idegen emberekből összeállított 2 csapat volt, és hát az volt úgymond egy ilyen összeszoktatás is, illetve egy kiválasztás magára a versenyre. Gyakoroltuk a versenyre a Matrix futást, ami egy labirintus
keretein belüli pontok, megadott pontokat kellett megkeresni helyes sorrendbe, időre, illetve gyakoroltuk a lézeres lövészetet, a futást, és volt előoktatás is, a szerződéses katonák jöttek, és tartottak nekünk előoktatást, és azok alapján kellett megoldanunk a feladatokat. Hozzátette, a futás volt az egyik legnehezebb része a versenynek, mert az összpontosítást és higgadtságot igénylő feladatrészek előtt rendszeresen felvitték a játékosok pulzusát a szervezők. Maga, ami nehéz volt benne, az a futás, mert az nagyon megerőltető volt, és igazából maga az ember abban fáradt el, hogy rengeteget kellett futni, illetve hogy nagyon kellett koncentrálni a feladatokra, hogy ne essen le az ember egy adott akadályról, vagy például a lövészetnél, hogy megnyugodjon és eltalálja a célt. Valamint mesélt az egyik legérdekesebb pályáról, amiben evezés, célbalövés és gránáthajítás is szerepelt. Föl kellett vegyük a mentőmellényeket, és rajtra indítottak minket, és beültünk ugye a csónakba, kellett evezni, hát megközelítőleg egy olyan 80 méter evezés, utána partra kellett szállni, kiugrani a csónakból, egy 150 méteres futás következett, odaértünk a gránátos helyszínre. Ott volt egy megadott zóna, ahol a csapatnak várakoznia kellett, amíg az első ember odaszalad, fölveszi a paintball puskát, a kézigránátot, két darab lövést kellett leadni egy megadott célra, 25, 20, 15, 10 és 5 méterről, és hát célszerű volt közel menni, mert a paintball puskák nem voltak olyan pontosak, így közel kellett menni, és onnan leadni a pontos lövést, és úgy bedobni a gránátot, utána a sprint vissza, váltás, és ezt mind a négy ember megcsinálta, utána volt egy cél, oda kellett még futni egy olyan 100 métert durván, és ugye időre ment mindez. A Tolna megyei szakképzési centrum, a Ady Endre Technikum és Kollégium kadétképzési programja kimagasló az országban. Az iskola vezetésének köszönhetően több kiemelkedő eredményre lehet számítani a jövőben is.